Köszöntöm Önöket az Önkormányzóban, melyben beszámolunk a községi önkormányzatban és a helyi közösségekben történt eseményekről. Mai műsorunkban szólunk a Topolyai II. Nemzetközi Ombudsman konferenciáról, a tolerancia díjátadásáról és egy bácskaútfalvi emlékkoncertről. Kezdjük egy presztízs elismeréssel, a tolerancia díjjal, melyet szombaton adtak át. Rodolyuk Sávitja közhasznú információk biztosa, Mihály Remács irodalmár újságíró és a bajsai helyi közösség részesült az idén tolerancia díjban, melyet november 16-a a Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmából ítélt oda a Kék Duna Alapítvány. Az elismeréseket szombaton Topolyán a múzeumban megtartott ünnepi ülésen vehették át. Mint a méltatásban elhangzott, Rodolyuk Sávitnak 2004-től napjainkig sikerült kiépítenie a közhasznú információk intézményét, amely kis csapatával igen sikeresen tevékenykedik, és sikerült az intézményt ismerté és polgárközelivé tenni. Mihály Remács jelentős újságírói és szerkesztői tevékenysége mellett közel 20 könyvet fordított ruszin nyelvre, és 6 verses kötete is megjelent. A legnehezebb időkben is felelősségteljes újságíró és mindenek előtt ember maradt. A bajsai helyi közösségben, ahol magyarok, szerbek és szlovákok élnek együtt, a különböző emberek, kultúrák és hagyományok hozzájárultak ahhoz, hogy az évszázadok során megosztva jót és rosszat kiépítsék a tolerancia és a nyelvi akadályok nélküli kommunikációt. Az ülésen Kókai Mernyák Melinda községi elnök köszöntötte a megjelenteket. Mindig feltevődik a kérdés, hogy kell-e beszélni a toleranciáról, pedig abban élni. Topolyán mi büszkék vagyunk, hogy toleránsan élünk és együtt élünk, sok nemzetiség, sok vallású közösség vagyunk, és ezt megéljük a mindennapjainkban. De a sok probléma, amely felvetődik, mind sűrűbben és sűrűbben, feltevődik a kérdés, hogy elég-e az, amit teszünk, jól ismerjük-e egymást. A tolerancia ugye az azt jelenti, hogy ismerjük egymást. Ezért is ezen a helyszínen, ahol most vagyunk, nem véletlenül választottuk ezt a helyszínt, ez a múzeum most önállósodik, és Topolya büszkesége lesz, hogy toleránsan tudjunk élni, ismerjünk el egymást, és ez az a hely, ahol meg fogjuk tudni ismerni egymás múltját, és így együtt fogjuk tudni majd tervezni a jövőnket. Ezért kívánom minden topolyának, hogy büszke legyen erre a múzeumnak, és mindenki, aki meglátogassa, vigyen egy emléket magával Topolyáról, és kívánom, hogy a jövőben is toleránsan éljünk. Egeresi Sándor, a Kék Duna Alapítvány elnöke felszólalásában a tolerancia tartalmi feltöltésének szükségességét és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. A tolerancia díjat 2007 óta ítéljük oda elismert személyiségeknek, intézményeknek, önkormányzatoknak, helyi közösségeknek. Úgy véljük, ez az egyedülálló tekintély parancsol elismerés hozzájárul egymás minél jobb megismeréséhez és a tolerancia eszméjének erősítéséhez. Rövid felszólalásomban szeretném felhívni a figyelmet a tolerancia és a párbeszéd fontosságára. Két fontos üzenetet szeretnék megfogalmazni. Az egyik a párbeszéd, mint a jövő kulcsa, és a tolerancia, mint egy előfeltétele a személyiség fejlődéséhez. A ma változó világunkban látszatra a tolerancia elhasználódottnak, feleslegessé váltnak, tűnik a társadalomban, egyszerűen a társadalom terébére szabad. Pontosan ezért ma fontossá válik a tolerancia tartalmi feltöltése. Nyomatékosan kell hangsúlyozni a tolerancia fontosságát, hogy az emberek fölfogják ezt a jelentőségét. Figyelembe kell venni azt a kockázatot, amit a párbeszéd hiánya hordoz magában. A párbeszéd hiánya hozzájárul a kölcsönös bizalmatlanság, elégedetlenség térhódításához és hozzájárul olyan légkör kialakításához, amely a szélsőségek kibontakozását eredményezi. Párosulva mindez a nemzeti kisebbségek bűnbaknak való feltüntetésével és az előítéletek légkörének erősítésével. Csak a párbeszéd ad lehetőséget arra, hogy erősítve önmagunkat, identitásunkat megmaradjunk a társadalom sokszínűségében. Semmi például párbeszéd, de nincs lehetőség, ha nem tiszteljük az ember méltóságát, jogait, a jogállimaságot és a demokratikus elveket. A média szerepe. A média közvéleményformáló szerepe miatt pozitív hatással lehet az
az intolerancia elleni küzdelemben. Különösen akkor, ha a média megérti és ápolja az etnikai, kulturális, nyelvi, valamint felekezeti különbözőségeket. Szükséges a média függetlenné és objektívá tétele. Sajnos egyes médiák ahelyett, hogy az objektív feljegyzést tartanak szem előtt, a közvélemény nem egyszer a gyűlöletbeszédre és az intoleranciára sejtetik. Az államnak is komoly feladata van. Az államnak olyan törvényhozással kell rendelkezni, amellyel hatékonyan felveheti a küzdelmet a gyűlöletbeszéd, homofóbia, iszlamofóbia, idegen gyűlölet és egyéb társadalmunkat veszélyeztető negatív folyamatokkal szemben. Miért mondtam ezt, és miért mondtam mindezt el ma, a mai napon? Mert emlékeztetni szeretném őket az Európa Tanács 2008-ban kiadott fehér könyvének fontosságára, mert úgy vélem, nem csak ma, hanem a jövőben is ezer ajánlásokat, üzeneteket, figyelmeztetéseket figyelembe kell vennünk. Mert okunk van aggodalomra, hiszen nap mint nap láthatjuk az erőszak, a megnemértés megnyilvánulását sajnos és elsősorban a fiatal körében. Ezért még több okunk és kötelezettségünk van arra, hogy a mindennapokban érvényesítsük a tolerancia eszméjét és ápoljuk a párbeszéd fontosságát. A díjátadót követően Rodó Jussábik kiemelte, hogy a tolerancia fontosságát soha nem szabad elfelejtenünk, és kötelességünk tisztelni mindannyiunk különbözőségeit. Mihály Remes szerint ezt a díjat nem mint egyén, hanem mint a munka közösségei, a Ruszkeszlovó névnik Nasa Borba Vojvodina Danas, jelenleg pedig a Vajdasági RTV tagjaként érdemelte ki, ahol mindig is a toleranciáért szálltak síkra. Ez egy nagy elismerés ennek a kis falunak. Ez azt jelenti, hogy ezek a szorgalmas emberek mindig egymás mellett élve kiépítettek egy olyan együttélést, ami példa lehet a másikoknak is, és remélem, hogy ez csak fokozódik, és attól független, hogy elég komplikált időkben élünk, ez a tolerancia megmarad, és hogy csak fokozódni fog. Az ünnepséget Ozorák Zsaklina, Vaszlavik István és Pávle Sztojánov szavalata, valamint Kohanec Botond gitárjátéka tette meg hittebbé. A díszülést megtisztelték jelenlétükkel Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, Miroszlán Vászin tartományi gazdasági titkár, az ombudsman találkozó résztvevői, valamint a VMS államtitkárai. A helyi ombudsmanok és a tolerancia címmel tartották meg a helyi polgári jogvédők második nemzetközi konferenciáját Topolyán, a községi képviselőtestület üléstermében. Az összejövetelen számos polgári jogvédő, elismert jogász és szakember vett részt több községből, a tartományból és a köztársaság területéről, valamint a magyarországi János Halmáról. Jelen volt az EBESZ misszió szerbiai képviselője is. Az idei összejövetel fő témája a tolerancia volt. Mint Miladin Nési topolyai községi ombudsman tájékoztatott, arra mutattak rá, hogy a formális hozzáállás mellett mennyire fontos, hogy a polgárok, akár a közigazgatás, akár a közszféra felfogja, mennyire szükség van a toleranciára, illetve a toleráns viszonyokra, amikor bizonyos ügyeket rendeznek. Természetesen minden résztvevő is úgy értékelte, hogy az első konferenciánk sikeres volt. Mink az első konferenciát is avval az alkalommal szerveztük, hogy itten Topolyán már 10 éve, vagyis ez tavaly volt, hogy már 10 éve működött a helyi ombudsman, és tudjuk azt, hogy az volt az első ilyen intézmény, amely az országon és Szerbia köztársaságban kezdte meg a munkáját annak idején. Nekünk elsődleges céljaink azok voltak, hogy népszeresítsük ezt az intézményt, illetve megsegítsük, hogy az intézmény minél hatékonyabban tudjon dolgozni, elsősorban a polgárok érdekeit figyelembe véve, mármint a polgárok jogait, hogy megbírnánk minél hatékonyabban védeni. Ez mellett nagyon fontos célunk az is, hogy ezt az intézményt népszerűsítsük olyan értelemben nem csak a polgárok közt, hanem
hogy megsegítsük azt, hogy az intézmény létrejöjjön minden községbe, illetve városba, illetve Szerbia minden polgárának egyrangúan elérhető legyen, ez a formája a jogait védelmét illetően. És hiszem azt, hogy ezt a célt idővel majd csak el fogjuk érni, és ez a konferencia is, a mai konferencia is végeredményben elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Topolyán 11. éve létezik ez az intézmény. Mondjuk a tavalyi konferencia az hozzájárult a népszerűsítéséhez. Mennyit változott az elmúlt időszakban a megítélése? Hát mondhatjuk azt, hogy most már egyre jobban elfogadnak minket már, mint a helyi ombudsmanokat. Van egy pár község, ahol ez az intézmény most már, szóval már mint a helyi ombudsman már ki van nevezve, még van választva, és ahol működik. Mondhatom azt, hogy karoltva a hegyesi kishegyes községgel elérték azt is, hogy a kishegyes községben is működik most már egy ilyen intézmény, és ennek nagyon örülünk. És egyre jobban akár a minisztériumok, akár a tartományi titkárságok is figyelembe veszik a mi munkánk, és természetesen úgy kezelnek minket, mint partnereket. Mondhatom azt, hogy az idei konferenciát elsőben a tartományi helyi önkormányzattal foglalkozó titkárság megsegítette, és nekik köszönhetően az idei konferenciát meg bírtuk szervezni, sajnos nem olyan hatékonyan, illetve olyan eredményekkel, mint a tavalyit, de én hiszem azt, hogy ez is sikeres lesz, illetve az idén meg fogjuk beszélni, hogy a jövő konferenciát illetően melyek lesznek a témák, és hogyan fogjuk megszervezni. Az idén ezt a konferenciát megszerveztük közösen a Kék Duna Alapítvánnyal, és úgy tartottuk, hogy a Nemzetközi Tolerancia Nap, illetve a Tolerancia Díj kiosztás egy olyan alkalom, hogy összehozhassuk ezt a két eseményt, és az idén a tolerancia lesz a fő téma a mi konferenciánknak. Szeretnénk rámutatni arra, hogy mennyire szükséges, hogy a formális hozzáállás mellett, hogy mennyire szükséges, hogy akár a polgárok, akár a közigazgatás, illetve a közszféra fölfogja, hogy mennyire szükség van a toleranciára, illetve toleranciás viszonyokra, amikor bizonyos ügyeket rendeznek. Az ombudsman munkájának a lényege, akár melyik nívóról beszélünk, akár köztársasági, tartományi és helyi ombudsmanokat illetően, az ő munkájának a lényege az, hogy megsegítse a polgároknak, hogy érvényesítsék a jogaikat. Szóval abban az esetben, amikor a közigazgatás nem megfelelőképpen kezeli az ügyét, amely kapcsolatban a polgár megindított egy eljárást, akkor az ombudsmannak lehet beavatkozni és megsegíteni, hogy a polgárnak a jogai érvényesüljenek. Én nem szeretnék csak ilyen szűken megfogalmazni az ombudsmannak a szerepét, hanem úgy gondolom, hogy az ombudsmannak ez mellett is azokban az esetekben, amikor fölfigyel arra, hogy bizonyos problémák vannak a közigazgatás munkájában, hogy kezdeményezze akár a helyi, illetve a tartományi köztársasági parlamentnél, hogy bizonyos törvények, illetve határozatokat változtassanak meg, hogy minél jobban és hatékonyabban a polgárok megbírják valósítani a jogaikat. Az alapvető dolog, ami a mi intézményünket illeti, az a bizalom. Szóval amennyiben nincs bizalom, akkor természetesen a polgárok nem is jönnek el hozzánk, nem is fordulnak hozzánk különböző problémákkal kapcsolatban, és a fő célunk nekünk ilyen értelemben, hogy ezt a bizalmat megfelelőképpen ugye kezeljük, illetve hogy az eredményekkel, a polgárokkal ugye tudassuk azt, hogy hát volt értelme, hogy hozzánk fordultak. A rendezvényt Kókai Mernyák Melinda községi elnök nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a mai viszonyokban még inkább szükség van a helyi ombudsmanok kitartó munkájára. Nagy örömmel ez szolgál, hogy a szervezők ígéretükhöz híven folytatják az elkezdett munkát, és ezzel az elszántsággal azt hiszem, hogy könnyen kitapossák az utat ahhoz, hogy ez a konferencia ténylegesen hagyományossá váljon. Azt gondolom, hogy a mai viszonyokban még inkább szükség van a helyi ombudsmanok kitartó munkájára, talán jobban, mint valaha, hiszen a szociális állapotok romlása kilátástalan helyzetbe tudja sodorni az embereket. Napjainkban a jogi biztonságot a bonyodalmas és szövevényes állami intézmények helyett a helyi jogvédő intézménye tudna ellátni, mely elérhető, közvetlen és kapaszkodott jelent minden rászoruló polgárnak.
Számtalan esetben csak az ombudsman az, amelyen keresztül a jogsértést ki lehet védeni és orvosolni lehet. Mindannyian felelősek vagyunk, ami a társadalmunkban történik, hiszen részesei vagyunk és gyakoroljuk a jogainkat. Tőlünk is függ, hogy mindent megteszünk-e annak érdekében, hogy a munkahelyeinken, az iskolánkban, a szomszédságainkban, a sajtóban megtartsuk és betartsuk a törvényeket, és hogy érvényesülni tudjon az egyenlő bánásmód elve. Ezért én arra kérnék mindenkit, akinek módjában van, politikai felelősségünk teljes tudatában mutassuk meg, hogy tiszteljük egymást, tiszteljük az emberi jogokat. Erre alapoz, és ezt emeli ki a mostani konferencia is, melyen rangos, elismert jogászok, szakemberek vesznek részt, akik a jelenlegi szabályozások, törvények nem minden esetben történő összehangolásáról, valamint a gyakorlatban a lehetséges jogi procedúrák problematikájáról, valamint a lehetséges megoldási alternatívákról fognak tanácskozni. Zlatko Marosiuk, a Szerbiai Helyi Ombudsmanok Szövetségének elnöke is fontosnak tartja a polgári jogvédők ilyen jellegű összejövetelét, amely kitűnő alkalom a tapasztalat cserére. Az összejövetelen jelen volt Heinrich Muskinya Anikó tartományi polgári jogvédő is, aki ugyancsak hasznosnak tartja az ilyen jellegű találkozásokat. Örülök, hogy itt újra találkozunk a lokális ombudsmanokkal, az mindig egy kellemes élmény számunkra, és hogy a mediációról beszélgethetünk. A tartományi ombudsman már évek óta foglalkozik mediációval, többé-kevésbé sikeres a mediáció, de azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amit fejleszteni kell, és foglalkozni vele a jövőben. Tehát én úgy képzelem a mediációt, hogy békíteni az állami szervet, és a polgárt, tehát az állami szerv dolgozóját és a polgárt, nem konkrétan ez nem vonatkozik a munkaügyi problémákra, amit sokan tévesen fognak föl, és azt hiszik, hogy az is a mi hatáskörünk. Remélem, hogy itt sok újdonságot hallunk ma, és a munkánkban alkalmazzuk, amit megtanulunk. Ezek a találkozások nagyon, nagyon hasznosak. Egymástól tanulunk, és a közleményeinken keresztül a polgárokat is tájékoztatjuk ezekről az eseményekről, és mi konkrétan nem tudjuk, hogy mitől nő a népszerűség, de biztos, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok hozzánk forduljon. Ennek a tanácskozásnak a címe a toleranciával kapcsolatos, és egybekötötték a tolerancia díj átadójával is. A toleranciának milyen jelentőséget tulajdonít? Tolerancia az egy érdekes kifejezés, én nem igazán egyezek a jelentésével ebből a szemszögből, amelyel mi foglalkozunk. Tolerancia az jellemző vajdaságra. Azt hiszem, hogy vajdaságon kívül nem is igazán értik ezt a kifejezést, és nem is így magyarázzák. Tehát együtt élni egymással, az lenne a tolerancia, nem pedig eltűrni, elviselni egymást. Ezért mindig minden alkalmat kihasználunk, ezt ma is megtesszük, az egyik helyettesen fog beszélni a toleranciáról, hogy megmagyarázzuk tulajdonképpen, mit is jelent az ez a szó. A szervezőbizottság és a Kék Duna Alapítvány nevében Egeresi Sándor köszöntötte a megjelenteket. Többek között elmondta, hogy nem véletlenül alakult ki a mai összejövetel vezérfonala, hisz a tolerancia éltető ereje sok nemzetiségű tartományunknak. Kicsit magaménak érzem ezt az intézményt, mert 22 évvel ezelőtt abban a háborús időszakban azon képviselők közé tartoztam, illetve azon képviselő voltam, aki a tartományi parlamentben kezdeményezte, hogy alakítsuk meg a tartományi ombudsman, tehát a vajdasági ombudsman intézményét. Hát sajnos 11-2 évet kellett várni rá, amíg megalakult, de hál' Istennek megvan, működik, létezik. Úgy vélem, hogy eredményesen működik. Oda kell figyelni mindenkinek, a társadalomnak, az államnak, a tartománynak, az önkormányzatoknak, azokra véleményekre, azokra megjegyzésekre, ajánlásokra, amelyeket az ombudsman tesz, hiszen ő egyértelműen a polgárok, a kisebbségi közösségek és az emberi jogoknak a tiszteletben tartást tartja szem előtt. Ezért tudjuk összekötni az ombudsman intézményét a holnapi nappal, illetve a Nemzetközi Tolerancia Nap megünneplésével, hiszen a cél azonos.
megőrizni, megtartani ezt a közösséget ilyennek, amilyen. Erősíteni a szálakat az itt élő népek között, erősíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek léteznek, erősítve persze a bizalmat, és tiszteletben tartva az emberi, polgári és kisebbségi jogokat. Akár a testvértelepülési kapcsolatok egyik szép példája is lehet a szombaton Bácskos útfalván megtartott Gracza Antal emlékkoncert, melyen a helybeli ifjúsági fúvószenekar és a szentesi városi fúvószenekar egy hangversennyel emlékezett nagyszámú érdeklődő mellett a néhai zenekar vezetőre. A hangulatos koncert után kértük mikrofon elé Mihály Béla szentesi karnagyot és Pecsenka Andrást a Bácskos útfalvi zenekar képviseletében. Szentesnek testvérvárosa, és ugye a több szálon működött ez a testvérvárosi kapcsolat, és hát a Topolyán járt a fúvószenekar is többször az elmúlt években, évtizedekben, sőt 30 évvel ezelőtt, vagy több mint 30 évvel ezelőtt is, és akkor derült ki, hogy tulajdonképpen közigazgatásilag Bácskos útfalva is Topolyához tartozik, én úgy tudom, vagy legalábbis akkor tartozott, és hogy itt működik ifjúsági, illetve fúvószenekar, Gracza Antal személyében a vezető, ő a vezetőjük, és ez körülbelül egy olyan 20 éve lehetett, amikor Anti bácsival én is megismerkedtem, kottákat cseréltünk, illetve hát nyilván én adogattam legtöbbet, de nyilván én is kaptam Anti bácsitól, és hát a Bácskos útfalvi zenekar is többször szerepelt már Szentesen. Hát Anti bácsiról az jut eszembe, hogy ő egy tapasztalt és egy nagyon nyugodt szakember volt, akit úgy igazából nagyon nem billentettek és semmi se abból a lelki egyensúlyából, és ha bármi probléma adódott akár a zenekar körül, akár a fellépés körül, ő ezt a nyugalmát mindig megőrizte, és én úgy láttam, hogy ő ezt mindig át is tudta sugározni. Ő mindig bízott a zenekar tagjaiban, feltételek nélkül, és én úgy gondolom, hogy nem is, ha nagyon hagyták őt cserben a zenekar tagjai. Nagyon jó hangulatú volt, én úgy érzem, a helyi zenekar, amely tudom, hogy azért az elmúlt években is a megszűnéssel, újjáalakulással küzdködött, és küzd nyilván egy ilyen kis településen, nem könnyű egy ilyen zenekar, nálunk sem könnyű, bár mi mögöttünk, ahogy említettem, van egy zeneiskola, és ez azért nagy segítség, hiszen oda járnak, és onnan van az utánpótlásunk is. Tehát Bácskos útfalvi zenekar is, meg mi is igyekeztünk, hogy méltóképpen ünnepeljük meg Anti bácsinak az emlékét. Úgy érzem, hogy Horák Réka személyében megtaláltuk Anti bácsinak az utódját. Több éve kerestük már egy zenei vezetőt, tanár úr is próbált kinevelni maga után egy zenei vezetőt, hogy a folytonosság megmaradjon, de sajnos nem sikerült, mert több próbálkozás is volt,
de vagy férhez mentek, vagy abba hagyták, vagy külföldre távoztak. Eddig nem, sajnos nem találtuk meg, aki át tudta volna venni Anti bácsi után a zenekart. Most remélem, hogy ez helyre fog jönni. Sajnos a szomorú esemény pedig azért emlékkoncert, mert már ő rá csak tényleg emlékezni tudunk. Azt a sok jót, amit tett Bácskosútfalvának, az ifjúsági fúvószenekarnak, ha jól emlékszek, olyan 200 zenészt nevelt föl. Anti bácsi a 20 pár év alatt még foglalkozott a zenekarral. Gerince a zenekarnak megmaradt, tehát 15 tag jelenleg is megvan a zenekarban, aki már régmúlt időktől fogva zenél. A Horák Réka zenetanárnő pedig a Moravicai általános iskolában munkát kapott, és ez azt jelenti, hogy új zenészeket fog fölnevelni, és ez a 15 oszlopos tag mellé remélem, hogy egy-két éven belül már tudnak csatlakozni új tagok is, és akkor régi fényében fog tündökölni a Bácskosútfalvi Moravicai Ifjúsági Fúvózenekar, mert tudjuk, hogy volt olyan időszak is, amikor 35-40-en fújták egyszerre a hangszert. Most leapadtunk 15 személyre, de van egy lendület. Ha van új zenetanárunk, akkor remélem, hogy lesz új zenekarunk is. Ennyi fért az Önkormányzóba. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Műsorunkat megtekinthetik a képernyőn látható címen is. Viszontlátásra egy hét múlva.